a terepi bemutató milyen kérdésekre próbál rávilágítani, mivel foglalkozik. Mivel először találkoznak ezzel a tárggyal, talán néhány gondolattal bemutatnám, hogy mi is az az út, mi az az erdészeti út, miben különbözik az erdészeti út a közúttól. Miért is van szükség erdészeti utakra? Mi a feladata az erdészeti út tervezését végző mérnöknek? Ez a bevezető részéhez tartozna, hogy egy kicsit ráhangolódjanak a tárgyra. Majd ezt követően rátérnénk az első feladatban is megjelenő az erdészeti utak hegy és dombvidéki terepviszonyok közötti tervezésének legfontosabb részére, a semleges vonal terepi kitűzésére. Bemutatnám a terepi kitűzés eszközeit, illetve ezekkel az eszközökkel történő semleges vonal felkeresést, ugye itt pontokat keresünk majd fel, hogy mi is az a semleges vonal, és mi az értelme, illetve milyen célt szolgál, a későbbiekben majd beszélünk róla. Visszatérve akkor az első bevezető mondathoz, hogy mi az az út, és miért is van szükség erdészeti utakra az erdőben, miben különbözik az erdészeti út a közutaktól. Ezzel a témakörrel majd az előadások során részletesen fogunk foglalkozni, most csak néhány gondolat róla, tehát nem lesz teljesen komplex, amit elmondok. Egyáltalán mi is az, hogy út? Mi az, hogy út, mi az, hogy vasút? Ugye először ezeket kéne tisztázni. Hogyha ezeket megvizsgáljuk ténylegesen műszaki tervezési szempontból, akkor ezeket a létesítményeket, mind a vasutat, mind az utat, az úgynevezett vonalas létesítmények csoportjába soroljuk. Mit is jelent az a vonalas, tehát miért nevezzük ezeket vonalas létesítménynek? Azért, mert a hosszirányú kiterjedésükhöz képest a szélességi helyfoglalásuk az jóval, de jóval kisebb. Miben különbözik a vasút az úttól? Ugye a vasút az kötött vonalú pálya, egyértelmű, hogy miért. Viszont az út, a közút, illetve erdészeti út olyan pálya, amelyről a pályán közlekedő járművek letérhetnek. Nyilván nem akárhol, erre meghatározott helyeken, ahol az útnak az állagát nem rontják, vagy külön létesülnek erre úgynevezett lejárók, mint például azon a széles gyalogúton, amelyen bejöttünk, ez is tulajdonképpen útnak nevezhető, de nyilvánvaló mindenféle nyom, úgynevezett erdőben található nyom már nem tartozik az utak közé. Miért nem tartozik az utak közé? Azért, mert azok a nyomok, azok a kijárt nyomok, azok nem tervezettek. És mivel nem tervezettek, nem megoldott a vízelvezetésük sem. Márpedig főleg erdészeti utak élettartamát jelentősen befolyásolja a járhatóságát, a jó vízelvezetés megoldása. Tehát átgondolt tervezés eredményének kell lenni az útnak nevezett létesítménynek. Csak így bevezetőben ennyi. Miért van szükség erdészeti utakra, illetve mi az erdészeti út és a közút közötti különbség? Az erdő gazdálkodáshoz, illetve az erdő több célú funkciójához, közjóléti és a többi, még sorolhatnánk részleteket róla, nagyon fontos az, hogy az erdő egyes részei megközelíthetők legyenek. Nem annak kell elsősorban beugrani mindenki fejébe ezzel kapcsolatban, hogy na azért építünk utat, hogy majd kitermelhessük a faállományt. Ha belegondolnak abba, hogy ahhoz, hogy egy megtervezetten nyilván egy bizonyos erdő részletnek a faállományához hozzányúljunk, valamilyen akár egészségügyi termelést készítsünk, annak ugye megvan az engedélyezési folyamata, de nagyon fontos az, hogy lehetőség szerint ne okozzunk túl nagy kárt a meglévő állományba, a meglévő talajba, tehát igyekezzünk olyan fakitermelési technológiákat alkalmazni, amelyek ezt lehetővé teszik.
Ennek a fakitermési technológiának a legfontosabb alapja, úgy tetszik, maga az úgynevezett feltáró hálózat, amelyik ezt a megközelítést lehetővé teszi, és nehogy az arra kerüljön sor, hogy persze, hát vannak forwarderek, hát több kilométeren keresztül majd szállítjuk, de akkor meg a gazdaságosságnak a kérdése vetődik fel, vagy a légszennyezés és a többi káros hatások. Nyilván nem arról van szó, hogy most minden egyes erdőrészhez majd egy 5 méter koronaszélességű erdészeti út fog vezetni. Többféle kategóriát tudunk elkülöníteni. Az első osztályú, másodosztályú erdészeti út, ami ténylegesen a szélességi méretét illetően 8, illetve 5 méteres koronaszélességgel rendelkezik, és a burkolat szélessége is, tehát ahol a járművek közlekedhetnek, 6, illetve 3,5 méter, hanem ennél vannak keskenyebb kategóriák is. Nyilván minél kisebb a kiépítés színvonala, annál rövidebb az adott út. Tehát majd lesz róla szó, hogy vannak még ezen kívül kiszállító utak, közelítő nyomok, épített közelítő nyomok. Hogy mi is az út, még annyit, hogy miben különbözik az erdészeti út a közúttól. Ugye úgy első blikre az ember, hát olvassa erdészeti utak tervezését, hát tulajdonképpen ez a műszaki egyetemre való dolog. Hát úttervezés, építőmérnökök azt tanulják több éven keresztül. Teljesen más koncepció szerint, csak műszaki oldalról megközelítve, és nyilván, ha foglalkoznak is hasonlókkal, mint az erdészeti út, már mint a kategóriát illetve, nem az az elsődleges célja, mint ami az erdőgazdálkodásban az erdészeti útnak, két település összekötése, ha most itt alsórendű utakról beszélünk, ugye bekötő utak, összekötő utak, stb. Kicsit hasonló, de az elve az teljesen más. Milyen szempontokat vesz figyelembe a közút? Milyen szempontokat vesz figyelembe az erdészeti út? A közút koncentrál a közlekedés biztosítására. Igyekszik lehetőség szerint minél rövidebb nyomvonalú utat tervezni, mert így nyilván a költségek is csökkennek. Erdészeti utaknál ezzel ellentétben, ugye beszéltem a feltáró hálózatról, a feltáró hálózat elemei különböző kategóriájú erdészeti utak alkotnak egy hálózatot. Ennek ugye a szerepe az, hogy a területet tehát területfeltárást biztosítsa, vagyis hogyha nekünk feladatunk egy nagy erdőtömnek a feltárása, akkor abból kell, hogy kiinduljunk, hogy hogyan tudjuk domborzati szempontból, növényzet szempontjából megoldani azt, hogy a lehető legjobban feltárjuk az adott területet, figyelembe véve egyrészt a domborzatot, másrészt a leeső csapadéknak az útját, annak az elvezetésével ugye lehetnek gondjaink, tehát azt is figyelembe véve, illetve a legfontosabbat hagytam a legutoljára, magát az állományt, a növényzetet is, figyelembe véve a természetvédelem igényeit, hogyha van valami védett terület, akkor nyilván annak a kikerülése. Rengeteg olyan szempont van, ami a közútnál nem akarnak figyelembe venni, hogy a kisajátított területeken fog majd haladni az út. Itt nincs kisajátítás, itt annyi van, hogy a tervezést követően ugye megtörténik a megépítése az útnak, majd megtörténik a geodézai bemérése és kivétele a területből, ami hát vitatható, hogy helyese vagy nem. Tehát addig, amíg a közutaknál az elsődleges szempont a minél rövidebb hossz, nyilván betartva az előírásokat, erdészeti utaknál talán úgy lehetne megfogalmazni hegy és dombvidéki terepviszonyok között a minél hosszabb és minél kisebb emelkedővel, lejtővel rendelkező úttervezés a szempont, sok minden egyéb szempont, amit említettem emellett. Mi a feladata a tervező mérnöknek? Igazándiból ezt fogják egész fél éven keresztül csinálni és gyakorolni. Igyekeztünk úgy összeállítani a gyakorlati feladatot, hogy a korábbi évekkel egy ellentétben kicsit csökkenteni az otthon végzendő munkát, majd fogják látni, hogy ez mit fog jelenteni. Úgyhogy majd megismerkednek a feladat megoldása kapcsán ezzel. Mi a feladata a tervező mérnöknek, mármint most konkrétan az erdészeti utat tervező mérnöknek? A tervező mérnök az ugye megbízást kap
hogy egy bizonyos tervezendő útszakasz megtervezzen, tehát ha máshol nem, akkor első nekifutásra egy térkép mellé ülnek le, és nézik meg azokat a úgynevezett kardinális, tehát érintendő, pozitív kardinális pontokat, amiket érintenie kell a tervezendő útnak, és tisztázzák azt, hogy milyen útkategóriáról is van szó, sok minden figyelembevételével, természetesen itt azért szót kell ejteni arról is, hogy ezen a megtervezendő úton feltehető a jelentős mennyiségű faanyag leszállítására is sor kerül, tehát az az úgynevezett pályaszerkezet, amivel rendelkeznie kellenek az útnak, olyan teherbírása legyen, hogy ezt a forgalmat elviselje, de ezt követően nyilván terepi bejárásról van szó. Terepi bejárás előtt azonban, ha rendelkezünk, már pedig manapság már rendelkezünk szintvonalas térképpel, akkor a szintvonalas térképen már meg lehet tenni azt, hogy legalábbis közelítően az úgynevezett semleges vonalat fel lehet keresni. De ezután a következő lépés amúgy is a semleges vonal terepi kitűzése lenne. Mi is ez a semleges vonal? Annyit emlegettem már. Mi is ez a semleges vonal? A semleges vonal egy olyan speciális vonal, amelynek a minden pontja a terepen van, és általában viszonylag hosszabb egyenlejtésű szakaszokból áll. Tehát elindulunk, mert az előzetes szintvonalas térképen való felkeresés is valamilyen fajta emelkedő vagy esély százalékot már mutat, nyilván próbálgatni kell a terepen is ezt megvalósítani, elindulunk és viszonylag hosszabb szakaszon azonos százalékkal megyünk. Majd ezt ugye lehet változtatni, nyilván nem arról van szó, nem azt szeretnénk, hogy meredeken föl, aztán meg le, tehát ha lehet vesztett magasságot, ne nagyon kelljen tervezni, hanem nagyjából úgymond egyen lejtése legyen ennek a vonalnak. Tehát ez a semleges vonalnak a definíciója. Ennek a felkeresése megvalósítható előzetesen a szintvonalas térképen, ezt fogják majd most az első gyakorlaton gyakorolni, illetve erről kapnak tájékoztatást, majd utána a terepen is ezt ki kell tűzni. Milyen eszközei vannak a semleges vonal terepi kitűzésének? Most rátérnék erre, mert a térképi felkeresésről majd gyakorlaton lesz szó. Két eszköz áll rendelkezésre. Igazándiból vannak az egyszerűbb eszköznek változatai, de igazándiból egy régóta több, ha úgy tetszik, már 100 éve is használt eszköz az, ami jól bevált a terepi mérések során. Melyik ez a két eszköz? Az egyik eszköz az úgynevezett Bose-féle lejtűző keret lesz, a másik pedig a Müller-féle zseb lejtűző. Jó, tehát a következőkben ezt mutatnám be, ennek a felépítését, működési elvét és a kitűzést ezzel az eszközzel. Mutatnám, így először még csak messziről nézzenek rá, ugye abban a fadobozban, amit hoztunk, ez az eszköz látható, tehát ez a Bose-féle lejtűző keret. Milyen részei vannak a lejtűző keretnek? Talán először a keretet venném elő, majd utána a tárcsáról később tennék említést. Maga a keret, az most itt fogom a kezembe, és itt van egy kis acéltüske vagy acélcsap, amelynek a helye a keretnek a tetején lévő furatban van, illetve a fém tüske végén van egy ilyen kis lezáró elem, ami megakadályozza, hogy mérés közben ez a keret erről lecsusszon. Ha ránézünk a keretre, akkor a két hosszanti függőleges oldal más-más funkciót tölt be. Az elsőn látható, hogy egy beosztással rendelkező, tehát egy beosztást látunk, illetve egy szorító csavar kioldása után egy úgynevezett nóniuszos nézőke látható. Onnan messziről nem lehet látni csak azt, hogy a nézőkének van egy olyan része, amely kicsúcsosodik, tehát közelítő irányzásra használható, de emellett egy kis furat látható, ezen a furaton keresztül kell majd az irányzószálat nézni. Hol az irányzószál? A szembe lévő oldalon van egy kihajtható irányzószálat tartalmazó keret. Ennek az irányzószálnak a helyzetét
két csavarral lehet állítani. Tehát nyilván egyiket engedem, a másikat pedig kiengedem, másikat pedig befele hajtom, és akkor változtatható az irányzó szálnak a helyzete. Miért kell változtatni? Hogy is működik ez a lejtűző keret? Mi teszi azt lehetővé, hogy mindig, hogyha mondjuk beállítjuk a 0%-ot, honnan tudjuk azt, vagy mi biztosítja azt, hogy ez ténylegesen nulla, tehát vízszintes legyen? Látható, hogy a keretnek az alsó részén van egy elég jelentős nehezék. Jó? Tehát onnan messziről is látható. Tehát ez a nehezék biztosítja azt, hogy mindig függőlegesen álljon be. Lehetett látni, ugye, hogy az irányzó szálnak a kerete az így vissza, be is kihajtható. Ugye ez azért fontos, mert ha terepen vagyunk növényzettel borított területen, ha így használnánk, így próbálnánk átállni a következő helyre, akkor egészen biztos, hogy a szál elszakadna. Miből van ez a szál? Most, amit kezembe tartok, ez drótszál, de egyébként nem ez a hivatalos, meg nem ez a tartósabb, hanem lószőr az, amelyik úgy megfeszíthető, hogy a külső páltartalom változást is tudja úgy követni, hogy nem lazul meg, és az mindig azon a helyen marad. Tehát lószőrből készül. Maga a beosztást, ha megnézzük, ugye azért van a nónius, mert ugyan a beosztás, hogyha közelebbről majd látják, kerek százalékok beosztása van, de a nónius lehetővé teszi, hogy egy százalékot még további 10 részre bontsunk. Az, hogy mi a nónius, meg feltehetően már korábbi tanulmányai, főleg földmérésre, geodézi tanulmányaikból találkozhattak vele, vagy hogyha a tolómérőt használnak, ott is ugye azt teszi lehetővé pontosabb leolvasást. Tehát az eszköznek, ugye a Bosefield lejtűző keret maga az eszköz, amivel a mérés történik, az ez. Mit mérünk vele? Hogyan történik a mérés elve? Ugye majd mindjárt a idehozott tartóra rá fogom csavarni, és ugye beállítva a kívánt százalékértéket a nóniuszos nézőkével, ugye a nézőke és az irányzó szál egy irányzó tengelyt határoz meg. Mindig arra kell gondolni, hogy amikor lejtőt vagy emelkedőt tűzünk, hogy ez az irányzó tengely, ez milyen irányba mutat? Fölfele mutat, vagy lefele mutat? Hogy biztosak legyünk abban, hogy mert a skála az nem mutatja, hogy mínusz vagy plusz százalék. Ezt nyilván átgondoltan kell beállítani, hogy tényleges százalékértéket tudjunk beállítani. Mit irányzunk ezzel az irányzó tengellyel? Van egy tárcsa, amelyik látható, hogy egy vízszintes és egy függőleges tengellyel 4 részre van osztva, piros és fehér, vörös és fehér, azért, hogy lehetőség szerint jól látható legyen még bizonyos cserjével fedett területeken is. Jó, tehát ezt fogjuk majd irányozni. A két rudat szemlélve, és látva már, hogy hogyan néz ki a lejtűző keret, akkor ha ránézünk közelebbről ezekre a rudakra, akkor melyikre tennénk, tehát mi a kritériuma annak, hogy alkalmazhassuk a megfelelő rudat? Mutatnám így körbe. Direkt úgy mutatom, hogy mindenki láthassa a lényeget. Erre, amit most körbevittem, vagy erre? Tehát az eszközt, magát a lejtűző keretet melyikre tennék rá? Az elsőre, erre, vagy pedig a bal kezembe tartottra? Az elsőre. Miért? Ez így van. Korrekt a megfejtés. Helyes. Jó, tehát akkor erre fogjuk feltenni a keretet. Ugye nyilván, hogy először a keretet tartó fém tüskét kell behajtani. Jó, tehát azért ne csavarodjon ki nagyon olyan könnyen, azért meghúzzuk, rátesszük a keretet. Az irányzó szálat csak akkor hajtsuk ki, amikor már mérési helyzetben vagyunk, hogyha nem abban vagyunk, tehát állunk át másik mérési helyre, akkor ez az átvitelnek a formátuma, ez ennek a metódusa, tehát
a hüvelykujjal leszorítjuk a keretet, hogy az ne himbálózzon. Így tudunk menni kényelmesen és biztonságosan a másik mérési helyre. Nézzük akkor meg, hogy hogy néz ki a tárcsa. Nyilván nincs más választási lehetőségünk, a másik rudra a tárcsát kell tenni. Ugye látható volt, hogy a fadoboznak a fedelén egy csavarral volt rögzítve ez a tárcsa. Ugyanezzel a csavarral kell magához a rúdhoz is rögzíteni. Ugye itt is van egy kialakított furaterre, menetes furaterre. És látható volt még a tárcsán egy horony, kicsit közelebbről lehet majd látni, hogy a tartó rudon is van egy olyan csavar behajtva a rudba, amelyik ebbe a horonyba beilleszkedik, és így nem engedi, hogy ez a tárcsa ez elforduljon. Jó, maga a mérés hogy történik a Bose-féle lejtőző kerettel? Ugye két személy végzi legalább. Azért mondom, hogy legalább, mert az egy dolog, hogy most kitűzünk egy semleges vonalpontot bizonyos távolságra a műszertől, de nyilván, ha az a kitűzött semleges vonal nem oda érkezik, ahova szeretnénk, akkor egy részét legalábbis át kell tűzni ennek a kitűzött semleges vonalnak. Na most áttűzni emlékezetből, hogy mondjuk letűzünk 50 pontot, most melyik az a 10 vagy 20, amit változtatni kell, ez képtelenség. Tehát mi kell ahhoz, hogy célt érjünk, és át tudjuk, megtervezetten át tudjuk tervezni. Végre tudjuk váltani a kívánt módosításokat. Ugye kell egy valamilyen szintű terepi jegyzőkönyv. Hoztam is, ugye két csoportra fogunk majd válni hamarosan, hoztam is két ilyen vázlatot. Ez előre nyomtatott, de nyilván nem erről van szó, Bose-féle lejtőző kerettel való semleges vonal felkeresésnél, hanem arról, hogy valamilyen füzetet, vázlatfüzetet hozva ebbe készül kézzel egy vázlat. Ezen a vázlaton minden olyan fontosabb létesítmény, főleg vonalas létesítmény rajt van, nyiladék, már meglévő nyom, stb., ami a tájékozódást lehetővé teszi, és erre a vázlatrajzra kerülnek rá a kitűzött pontok. A pontok közötti távolságot tüntetjük fel, ugye ha pontosan szeretnénk, akkor akár szalaggal is mérhetnénk, általában nem szoktuk szalaggal mérni, lépésben szoktuk megadni. Tehát aki a tárcsát viszi, ugye az fog előre menni, tehát annak a lépés hossza úgy meghatározható tólig, tehát körülbelül hozt így tudunk becsülni. Tehát fel kell tüntetni a lépéshozt, fel kell tüntetni pozitív előjellel, hogyha emelkedőt, negatív előjellel, hogyha lejtőt tűzünk, hogy egyértelmű legyen. És ezt nem csak a vázrajzon kell megtenni, hanem hoztunk magunkkal a semleges vonal felkereséséhez kifejezetten erre alkalmazható ilyen 80 centi, 1 méter hosszú kis vékony karókat. Erre a karóra is, erre a kis fa rudra is rá kell írni ugyanezeket az értékeket, tehát az, hogy hányas sorszámú pont, ugye ezt még nem is említettem az előbb, tehát hányas sorszámú pont, milyen százalékkal, tehát attól a ponttól milyen százalékkal keressük fel a következő pontot, ugye ennek a előjelhelyes értéke. Magán a rudon ugye mást nem kell feltüntetni, tehát a hossz az a magán a vázlatrajzon van rajt. Jó, tehát két ember végzi minimum, de ahogy említettem, de hogyha vázlatot is kell készíteni, akkor célszerű és kényelmesebb, hogyha három ember az, aki a kitűzést végzi, mert egy ember az nyilván a jegyzőkönyvet fogja vezetni, írja rá a sorszámokat és a százalékokat az egyes kitűzött karókra. A másik eszköz a Müller-féle zseblejtőző. A nevéből is kitalálható, hogy az egy viszonylag kis eszköz. És ebben a kis bőrtokban található, hát ez is legalább 80 éves minimum, még becslés szerint is, ha nem több. Maga az eszköz viszonylag így tenyérbe elfér,
Viszont ki lehet hajtani, a keretből ki lehet hajtani magát, azt a részét a Müllerfél zseblejtőzőnek, amivel maga a mérés történik. Látható, ahogy így kihajtottam, hogy ennek is a befoglaló keretnek az alja nehezített, ez biztosítja azt, és látható, hogy könnyen el tud mozdulni, tehát ez a nehezék biztosítja itt is azt, hogy függőlegesen álljon be. Ezt messziről nem lehet látni, majd hogy is néz ki ez a beosztás, de ha belenéznek majd, a bal oldalon lesznek a százalékos értékek, ugye, hogy hány százalékos emelkedőt vagy lejtőt tűzünk. A százalék ugye azt jelenti, hogy 100 méteren hány méter a magasságkülönbség. Tehát az 5 százalék alatt azt értjük, hogy 100 méteren a szintkülönbség 5 méter lesz. Jó, a kitűzés vele ugye úgy történik, hogy hasonlóan egy picit a Bose-féle lejtőző kerethez, csak nyilván kevésbé lesz precíz. Itt is legalább két ember végzi a kitűzést, és a műszeres szemmagasságában kell egy jól irányozható jelnek lenni a figuránson. Most ez nem biztos, hogy kell, mert hogyha mondjuk a szája, órahegye, szeme használható az irányzásra, akkor nem kell különösebben, de hogyha nagy a magasság különbség a műszeres és a figuráns között, akkor valamilyen jelet is felszoktunk helyezni magára a figuránsra, kalapjára, egy szallag, stb. Tehát rengeteg lehetőség van. A mérés maga ugye úgy indul, hogy kalibrálva van a mérést végző, a Müllerféle zseblejtőzőt fogó és a figuránsnak az össze, magasságának az össze mérésével indul. Ezt követően hasonlóan az előbb elmondottakhoz az egyes semleges pontok felkeresése ugye úgy történik, hogy a műszert fogó beinti a figuránst, hogy arra a pozícióra, ahol a kívánt százalékértéket mutató vonás, az elmetszi az irányzandó vonalat. Jó, tehát röviden ennyit. A konkrét bemutatása az pedig a konkrét kitűzéssel fog történni. Az egyes kitűzendő semleges vonalpontok pedig egymástól 15 gyenge lépés, tehát ne nyújtsuk meg a lépés, normál lépéssel 15 lépés. Jó, mert úgy jön ki nagyjából az a távolság, amit itt szeretnénk látni terepen. Az nagyjából, ha most ott látjuk talán a táblát, ugye látja azt a táblát ott az út mentén. Nagyjából annak az iránya lesz majd folyamatosan, csak először egy kicsit lefele, mert egyre nagyobb emelkedőt tűzünk, ilyen ívesen fogunk majd felhaladni. Jó? Jó, tehát 15 gyenge lépés, úgy. Menjen egy-két lépést, jó, mert túl piciket lépett. Jó, ott jó lesz, jó, oké. Körülbelül jó. Jó, hadd nézzem meg a beállítást. Elfogadható, hajtsuk ki. Jó. Valaki, aki már mért, nyugodtan belenézhet, leellenőrizheti, mert ugye ugyanazt kell látni, ugye itt nem függ a magasságtól. A 8 az jó, csak hogy a százalékos érték az jó-e. Jó, közben a Müllerrel lehetne körülbelül azért tájékozódni, hogy mi az a százalék, amit tűztünk. Hát most hallották, hogy 8, tehát valahol a 8 környékén kell lenni. Tehát lehet úgy csinálni Müllerrel is, hogy a műszernek a nézőkéje magasságába tartva, az körülbelül annak kell lenni. Jó, tehát úgy be lehet googolni hozzá. No? Megvan? Kontroll is megvolt, tehát akkor biztos jó. Jó, elfogadtuk. Jó, oda mehet le a rúd akkor. Ide akkor ráírva a sorszámot és a plusz 8-at. Már csak mérni kell, mert már ki van tűzve a következő pont. A semleges vonal kitűzését követően a utolsó lépésként azt szeretném bemutatni, hogy a korábbi években, mikor még számítógéppel támogatott tervezés nem volt, akkor a következő terepi lépés az úgynevezett tengely sokszög vonal kitűzése, annak a pontjai. Mi ez a tengely sokszög vonal, miért is ez a neve? Említettem a bevezetőben, hogy a vonalas létesítmények tervezése
a létesítmény tengelyének, tengelypontjainak kitűzését jelenti a terepen. Ezen kitűzött tengelypontok alapján kezdik meg az építést, nyilván kitűzve még a jellemző keresztmetszeti pontokat is, de alapvetően maga a tervezés is a tengelypontokon nyugszik, tengelypontok kitűzésén, bemérésén nyugszik. A metódusnak, a tengely sokszög vonal metódusnak a lényege az, hogy a kitűzött semleges vonal pontokhoz mi a terepen hozzáillesztünk sokszög oldalakat. A sokszög oldalakat pedig metszésre hozzuk, ott lesz a sokszög pont. Ez meglehetősen nehéz megvalósítani, főleg akkor, hogyha állománnyal borított területen vagyunk, mert sok minden útba lehet, mármint növényzet. Tehát ez nem mindig megy elsőre, hanem próbálgatással lehet, módosítgatással lehet. Mi ennek a további tervezési lépések szempontjából az előnye, az az, és a nevét is onnan kapta, hogy ennek a kitűzött tengely-sokszög vonalnak az oldalainak egy szakasza megegyezik a tervezett úttengely egyenes szakaszával. Ugye egy úttengely, vagy vasútvonal tengelye egyenesekből és ívekből áll. Maradjunk egy, hogy milyen ívek, arról majd beszélünk később. Tehát vannak egyenes szakaszok, és vannak íves szakaszok. Tehát a tengely-sokszög egy olyan speciális sokszög, amelynek sokszög oldalai egybe, ott sokszög oldalain helyezkednek el az egyenes szakaszok. Jó? És egyben nyilván, hogyha ez így van, akkor a megtervezett íveknek az érintői is egyben ezek az oldalak. A kitűzés elve az, hogy igyekszek egy olyan pozíciót felvenni, most azért tartom a kezemben a rudat, hogy ezt a pozíciót felvegyem, hogy meghatározni a semleges vonal pontok által alkotott egyeneseket, sokszög oldalakat, és azokat metszésre hozni. Ugye azt mondtam, hogy megpróbáljuk megkeresni a semleges vonal pontjai által alkotott nagyjából egyenes szakaszokat, és akkor úgy beállni, hogy a két kinézett egyenes metszés pontjába. Jó, tehát azért indultunk eleve a kitűzéssel úgy, hogy 2, 4, 6, 8, hogy végül is ez egy hegyoldalnak tekinthető, tehát ezen egy íves, semleges vonal rajzot kapjunk. Jó? Tehát, hogy be tudjam ezt mutatni. Jó, tehát próbálok úgy beázni az első semleges vonal pont, meg a második alkot egy nagyjából egyenes, mert utána a következő az egy kicsit már ettől eltér. Jó, de nyilvánvaló az nem követelmény, mert nem is lehetne teljesíteni, hogy a kitűzendő tengelysokszög oldal minden egyes semleges vonal ponton átmenjen. Mert hiszen a terepalakulatokhoz igazodó vonal a semleges vonal, mert azt mondtuk, hogy minden pontja a terepen van, és hosszabb szakaszon azonos emelkedővel vagy lejtővel rendelkezik. Ebből adódóan nyilván hosszú egyeneseket akkor tudok tűzni, hogyha úgy próbálom meg elhelyezni a sokszög oldalt, hogy valahol megközbesítve, tehát a legkisebb nézetek elve alapján megközelítve legjobban a kitűzött pontokat. Jó? Tehát most próbálok így beállni. Ez lenne egy oldal ebben az irányban. Nézzük meg a másik oldalt. A másik oldalon, ugye ott pedig valószínű, hogy visszább kéne jönni, mert az irány az valahol errébb van. Az előbb még ott álltam. Ugye? Tehát akkor metszésre hozva a kettőt, az valahol majd itt adódik, ugye itt ráállok erre az egyenesre, ránézek a másikra, és nagyjából ide tűzöm le. Tehát mielőtt abba hagynánk a gyakorlatot, mindenki nézzen erre a két irányra rá. Egyik irány és a másik irány. Tehát ez egy tengelysokszög, kitűzött tengelysokszög pont. Ugye a tengelysokszög kitűzését követően a sokszöget be is kell mérni. Ugye, tehát mérni kell a baloldali közbejátszöget és a sokszög oldal hosszat, hogy majd számolni tudjuk, és erre a tengely sokszögre támaszkodva fel tudjuk mérni derékszögű összerendezőkkel a kitűzött semleges vonal pontokat, hogy ez a tervezéshez kellő támpontot adjon. És már ha ezt felhordtuk koordinátahálós térképre, vagy digitálisan, akkor a megjelenő semleges vonal pontsorra már rá tudjuk tervezni a tengely sokszöget meg az íveket. Jó, ennyi volt az ismertető. Mindenki mielőtt eltávozna, nézzen rá az irányokra. Köszönöm a figyelmet!